Muchas gracias, Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, Gajel Ferenc vagyok, és köszöntöm Önöket. Ez a heti tévi Pirkada című műsora, és vendégem Claudia Castagno, jazzénekesnő, vagy leendő jazzénekesnő. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Mi volt ez a felvétel? Hát ez a Sanremo Junior nevű ilyen international competitionen történt, és harmadik helyezett lettem, és ez volt körülbelül 3 vagy 4 évvel ezelőtt. Igen, hát most se vagy túl idős, de akkor még fiatalabb voltál. Most a Bartók Konzervatórium Jazz Tanszakára jársz. Már harmadik éve. Kik a tanáraid is? Lakatos Ágnes, Karosi Júlia, és Urbán Orsolya. Ez csupa jó név, és csupa vezető énekesnő a magyar jazz életben. Mi volt az a pillanat, amikor elhatároztad az életedben, hogy most zenélni fogsz? Tudom, hogy vannak olyan felmenőid, akik igazán komoly jazzzenészek voltak, vagy foglalkoztak a zenével mindkét ágon. De mi volt mégis az a pillanat, vagy ez nem volt kérdés, hogy zenész leszel, vagy énekelni fogsz majd tanulni? Hát igazából kiskorom óta ez végig kísérte az életemet, mert ugye édesapám is zenével foglalkozik, és édesanyámmal dúóztak nagyon sokat, és felléptek nagyon sokat, és ugye nagyapám a világ minden is. Igen. Tehát ez egy produkció volt kettőjük. Igen. És a zene igazából már kiskoromtól kezdve, tehát egész nap zene szólt, mindenféle, tehát nem csak ilyen gyerekdalok, hanem szólt jazz, szólt latin, klasszikus, mindenféle. Igen. És igazából, amikor már olyan nagyobb voltam, ilyen 7-8 éves, akkor beirattak engem klasszikus zongorára, mert nekem akkor még élt a nagypapám, és anyukám nagyon sokat mesélt róla, hogy ő jazz zongorista és énekes, dr. Garai Attila, és ugye nagyon sokat jártunk hozzá. És vele is. Igen. És vele is nagyon sokat beszélgettem, és így kedvet kaptam, hogy jó, akkor én is elkezdek zongorázni, és utána meg igazából körülbelül amikor 4-5 éves lehettem, akkor énekeltem a szüleimmel egy ilyen buliba, ahol volt egy anyuka, aki felvett engem, és kiderült, hogy az ő fia egy producer. Aha. És elküldte neki a felvételt, és következő nap meg hívott telefonon minket, hogy mit szólnánk ahhoz, hogy ő írna dalokat nekem, és én meg felénekelném, és hogy egy lemezt csinálnánk, vagy ilyesmi. És a szüleim meg nyilván én is azt mondtam, hogy szeretném, és akkor igazából az éneklés az előbb elkezdődött, a zongorázás az olyan 7-8 éves koromban. Zongorázni is tanulsz? Igen, tanulok. Mondjuk kötelező. Igen, most már igen, de régen tanultam Suki Andrásnál, Juhász Tamásnál, klasszikus zongorát, és igazából körülbelül szerintem olyan 9-10 éves lehettem, amikor jött nekem így a jazz, és elkezdtem hallgatni. És hát és nagyon határoztam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Igen, majd. Nagyon fiatal vagy, és hát tulajdonképpen a pályát kezdetén van, de már mondtad, itt kint beszélgettünk, hogy már próbálsz majd zenekart csinálni, és még több felvételt, amit fel tudsz tenni a YouTube-ra. Mik most a következő időszak tervei meg? Azt is mondtad, hogy az év fiatal jazzzenésze versenyre majd nevezel. Ezekről beszélj egy picikét.
Hát ugye van ez az év fiatal jazzzenésze verseny, és ami azt hiszem februárba kerül megrendezésre. Olyasmi, igen. És úgy van, hogy most kell majd egy felvételt küldeni, és arra összeszedtem egy zenekart, akikkel nagyon szeretek együtt dolgozni. A konziba ismertem meg szinte mindenkit, aki ebbe beletartozik. Igazából három zenészről beszélek most. Pál Gáborról, Mohácsi Benjaminról és Horváth Balázsról. És velük szeretném ezt a felvételt létrehozni, amit majd beküldök ugye az a zsűrinek. Ez a Magyar Jazz Szövetségnek. Így van, és hát reménykedek abban, hogy ez össze fog jönni, hogy tovább jutok. Igazából így ez van most tervbe, meg hát szeretnék nyilván a verseny után is, ha összejön, hanem ezzel a zenekarral még együtt dolgozni, úgymondva, mert nagyon összeszoktunk, és nagyon megszerettem őket, úgyhogy. Mert nyilván a párom is, ugye Olá Vilmos, igen, vele csinálom ezt a Voice and Guitar duót. Kiváló gitáros. Igen, ő is oda jár a Bartókban? Igen, osztálytársak vagyunk. Ja, igen. Úgy könnyű. Hát igen, ő igazából klasszikus gitárszakon van, de mellette neki is a családban nagyon sok jazz felmenő van. Meg, hát igen, és akkor vele is elkezdtem ezt a dolgot, úgyhogy most így ez van terve. A konzi után? Mi tervek? Zeneakadémia, mindenféleképpen itt Budapesten szeretném maradni. Vagy még majd hát, esetleg ez majd még már... a sors eldönti. Igen, igen. Igen. Jön a Mikulás hamarosan. Igen, és ne... Nem ezért mondtam, hanem egy kis meglepetés lesz most neked. Bejátszunk valamit, jó? Jó. Is there wrong time and the wrong place? Now your face is charming, is the wrong face? It's not her face, but such a charming face that it's alright with me. Is the wrong song in the wrong style? Now your smile is lovely, is the wrong smile? It's not her smile, but such a lovely smile that it's alright with me. You can know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There is someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too? It's the wrong game with the wrong chips. Though your lips are trembling, they're the wrong lips. They're not holy, but they're such a tempting lips that if some night you're free, dear, it's alright, it's alright, it's alright with me. Dr. Garai Attilát hallották énekelni, zongorázni, amire a világ táncol kettes című produkcióból. Hát így könnyű, akinek ilyen nagy kapája van, hát, vagy nehéz inkább, vagy mit jelent neked ez a örökség? Hú, hát ugye most ez nagyon jó érzés volt amúgy most ezt meghallgatni, meg megnézni. Nem tudom, én igazából csak azt tudom, hogy örököltem tőle egy zongorát, ami az ő zongorája volt. És biztos benne van. Voltak a jó hangok. Persze, persze. És az otthon van, és nekem olyan nagyon nagy biztonságot ad ez, hogy az ott van, meg hogy tudom, hogy ő az én nagypapám volt, és úgy jó érzés, mert én azt érzem igazából, hogy még mindig velem van, és hogy segít engem, ha lehet így mondani. Azt nyilván tudod, hogy ő egy meghatározó zongoristája volt, zenésze, muzsikusa a magyar jazz életnek, nagyon sokan tanultak tőle. Énekesek főleg, ugye, mert az volt azt tanított az egyetemen, a főiskolán vagy egyetemen, és hát rengeteg bőgős, dobos, mindenki, sokan játszottak vele, és csak tanulni lehetett tőle. Visszatérve rá, hogy az miért van, hogy nagyon sok női zenekarvezető van, vagy a nők próbálnak egy zenekart összefogni, de csak azért mondom, mert itt kint beszélgettünk, és mondtad, hogy jaj, most akkor megszervezem ezt a zenekart, azt a zenekart. A nőknek ez szerinted jobban áll, mint a fiúknak? Lehet, hogy ez túl... Mert a nők ezt jobban meg tudják csinálni, nem tudom, ez...
Aha. Igazából fogalmam De így van, sincs. Hogy te veszed a szárnyaid alá, te akarsz valami projektet. Hát én még igazából ezt nem tudom úgy kezelni, mint egy olyan, akinek már nagyon nagy rutinja meg tapasztalata van, de igyekszem. De fontos kérdés manapság a menedzselés, azt hát tudod. Persze, és igen, anélkül... de hát ezt nagyon szeretném megtanulni, meg ez jó, hogyha egy énekes nő vagy énekes tényleg össze tudja fogni a zenekart, megszervezni mindent, tehát ez egy olyan dolog, ami szerintem nemtől függ. Most ennyi időnk marad, de majd fogunk biztos találkozni. Nagyon szépen köszönöm, én hogy köszönöm. Eljöttél, Claudia, és akkor egy utolsó felvétellel búcsúzzunk a nézőktől, Alfonzina és a tenger. Igen, Alfonzina már. Ez egy szerelmi történet, így amikor a hölgy a tengerbe veti hát magát. Hát öngyilkos lesz. Igen. Jó búcsúzás. Szerelmi bánatában. Köszönjük szépen. Por la blanda arena que lave el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Te vas a Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como un sueño dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas de llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes de